For too long have we lived as strangers to one another. Divided by walls built to keep us safe. But now with the completion of the Chiral Network, we may at last move forward as a people united. Today we come together to celebrate the birth of a new nation. A new nation for a new world. The United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. És leveszi a maszkot. Mekkora ötlet. Let there be a new America. An America where we can face one another. Where we can speak our minds and open our hearts. Now, the old ways die hard. But I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past. An enduring shadow, a constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament, not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together, to the bonds between us, to our collective greatness. All things must come to an end, ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the Chiral Network and in our hearts. We will always remain connected. There is another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant. But you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, we will be... Going somewhere, Sam? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Now, wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. No, I don't think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately, it didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond or sent you to some other beach. We were really racking our brains.
Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Di Hartman reminded us about the revolver. So, we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lachna via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. Már nem tudom, hogy miről beszél amúgy. But it's not multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The President must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Amelie, she said it had another purpose. Not a weapon, but a lifeline. A stick that became a rope. I suppose that's one way of putting it. Oh, Sam. You have no idea how long I've been waiting to give you a hug. Got something else to tell you. Top secret. It's about Cliff. Bibi's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common-law wife. Lisa Bridges? Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it, by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. Turned out some people die harder than others, though. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one, besides us, with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The president's got some dirty, dirty laundry. I don't trust him. But I'll work with him if that's what it takes. We'll talk later. Vágjátok, hogy körülbelül egy órája nem játszunk a játékkal? Sam! I don't expect you to forgive me. But would you hear me out? Több mint egy órája nem játszunk a játékkal. I killed Captain Clifford Unger. I would tell you I did it for America. For love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her with all my heart. She was everything to me. Everything. Now I'm not trying to make excuses. I just want you to know. That not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help. Or the mask. Please, let me finish. He. The captain.
saved my life. You know why they call me Die Hardman? Because he wouldn't let me die. He brought my sorry ass back home every time. And I loved him as much as I loved her. And when he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was. And he forgave me. God! But I don't deserve it, God damn it! There is no atoning for what I've done. God! But maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. No. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. Thank you, Sam. Végre vége van? Végre nincs. Hey, Sam. Been waiting for you. Lou? Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. That would be in direct contravention of an executive order. And there are laws about that kind of thing, now that we're a nation.
myself to do it. But if the alternative is defying the president, I can't do that either. Én viszont megteszem. Not me. All right. I'll go to the incinerator. Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right, absolutely. The weather. Don't think you'll be needing an umbrella. I decided to follow my father's dream after all. Don't worry, I won't get mixed up with any terrorists this time. UCA's got my back. We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. Srácok, most wait, amúgy... there's something I have to tell you. I didn't shoot Higgs. Couldn't pull the trigger. So I let him choose. Death or eternal solitude on the beach. Well, fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. Szép ez a csaj amúgy. I'm fragile. But not that fragile. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. Same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Doesn't mean there's a place for me. I've got no ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. Sam!
Ja, de nem tudok erre menni. Ja, de csak erre tudok menni. Szerintem itt már csak mennem kell. Egy utolsó futás. Nem lesz, nincsenek pívik, gondolom az időeső sem esik. De gondolom most megmentettük a világot, nem? Térképem sincs. Zene. Na szóval befejezve a játékot, az, hogy ez egy interaktív film volt szerintem. Tehát többet volt bejátszás, mint amennyit amúgy mi képesek voltunk játszani a játékkal. Ugye mondtam azt, hogy pontozni fogok minden játékot, amit végigviszek. Én a vége miatt a játéknak egy 6-ost adnék ennek a játéknak. Nagyon arról volt szó, hogy 7-est adok, de hogy konkrétan két rész óta húzzák a végét a játéknak, tehát hogy úgymond 8 órája húzzák a végét a játéknak. Szerintem erre kell menni. Így én szerintem ez el lett rontva, túl hosszú a vége a játéknak. De várjuk meg, hogy hát ha most valami olyan megható dolog történik, amire még én is azt mondom, hogy ez... A zene magával ragadott. Igen, nagyjából tudom, hogy hova kell menni, hiszen a játék elején is oda kellett vinni a Choice-it, ugye az anyukánkat. És mint kiderült, hogy apucikánk a Cliff. Nem tudom, nektek mi a véleményetek? Egyetértetek amúgy velem? Feri, itt vagy, azért végignézted nálam ezt a játékot, hogy mi a véleményed? Szerintem a 6-os az reális. Nagyon sok volt a nem játszott idő a játékban, a bejátszások, a repetitív dolgok, az út a végén voltán ismétlődés. A végét viszont nagyon összecsapták a játéknak. Tehát, hogy úgy...
nem tudom. Az elejét nagyon elhúzták, vagy inkább nem a végét csapták össze, hanem az elejét nagyon elhúzták. Talán ezt tudom mondani. Túl sokat kellett bóklászni itt jobbra-balra. Ott a elosztó központnál, meg a meteorológiai állomásnál. A mamának nagyon kevés szerepe jutott. Az igazából... Nem tudom, olyan furán összecsapott lett a vége. Not in this world, at least. Well, thanks for everything. Child special. One of a kind. A baby candidate. Either that, or... A sacrifice. Foundation. A bridge. Brought you an astronaut. Mankind can go anywhere, even out of space. You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm going to take you wherever you want to go. De úgy hány pontosra értékelnéd? A sztori katyvaszos, de legalább különleges, nem sablonos. Még most sem világos sok minden, de lehet, hogy azért, mert magának az írónak sem. John. Is that you? Captain. What are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The void out. In Manhattan. I'm so sorry. I didn't know you were the husband. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save Bibi. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity. Mhm. Jó, hát ezt teljesen meg tudom érteni amúgy. Teljesen meg tudom érteni. Abszolút. The president gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. De el tudom képzelni, hogy rossz, és nem egy ismerősöm hagyta abba a játékot, többek között a kollégám is. És inkább megnézte a gyorsított végigjátszást, ahol csak a sztori meg a bejátszások vannak. A játékmenet amúgy nekem is egy kicsit repetitív volt. Menni előre, jönnek pívik vagy emberek. A terep az gyakorlatilag katasztrófa volt, soha nem sírom vissza, remélem a kettesben nem lesz ilyen. You were my commanding officer, but I swore an oath to the president to protect her and the country at all costs. Now if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Back then I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero.
But I'm not the hero. You are, sir. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. He'll serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. Hát a jó hír, hogy valószínűleg nálam végignézheted majd felé. De csak azért, mert van egy ilyen kurva... Burn it when you're done. Aha, mint egy ilyen nagyon rossz tulajdonságom, hogy a legrosszabb sorozatokat is végignézem például, meg ha elkezdek egy játékot, az befejezem. Is up to you, sir. És fogok játszani a másodikkal is. Én a Walking Dead-et is végignéztem. Mondjuk nekem gyengéim ezek a posztapokaliptikus dolgok, tehát nagyon szeretem, nagyon elgondolkodható dolgok voltak ebben a játékban is. I believe this belongs to you, sir. Now, I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option. Alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. But you won't have long. 5 minutes tops. Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get. Ki a csonti, hello? De most az anyánk nem a elnök csaj volt? Vagy ő csak a nevelő anyánk volt? Vagy mi? Abszolút. Mert én a Dézgára 9-est adtam, de egy-két dolog miatt csak, de abszolút ő 9-es játékkal még nem játszottam. Tehát, hogy nálam még nem volt 10-es játék,
de a Days Gone eddig a legjobb játék valóban, amivel játszottam. Én is. Bibi? Bibi, can you hear me? Can you hear me? Basszuk el a kis társunkat. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. Nem vesszük ki. Vagy nem mutatják. That cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. De az a vicces, hogy szerintem gondolom, hogy ezek nem a baba emlékei, hanem a mieink. Hiszen szerintem Cliff a mi.
szóval Taliesztó letelt az 5 perc. Freeze! Hey, put it down! Drop it! Put it down! Back off. Back off! Get up! Don't do it! I'll handle this. Igen. Mi újság, Csonti, hogy vagy? Na, szóval... Szerintem a játékot rontotta el a... ez a játék, és ezért csak egy 6-os. Nekem, mert túl sok volt benne a bejátszás, és túl kevés a tényleges játék. I'm sorry, Captain. Don't! You got it! You two! Stay there! And hold your fire! Sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here. Remélem nem komoly. Beletekernék a jó van. De holnap nyugi van, vagy munkanap? Ez már a Star Wars-ban is bevált, hogy szétlőttük a terminált. Ez mindig fontos, hogy amikor valamit bezársz, utána lőd szét a terminált. Screwed it up. I've ruined everything. Yes, yes. This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw him. You saw him all. Now check the other way. Go! Yes, sir. No. Open it up. He's inside. Move, dumbass. The day is ending. Let that yawn out. There's no pretending. I will hold you and protect you.
Nem szaroztak. When I found out I was gonna be a father. Ezt már láttuk. I was so scared. Ezt a jelenetet. Scared of what it would mean. Aha. I had to be there for you. Kivette. Captain. I need you to hand it over. Shoot him, John. Let it go. Please. Shoot him. I gave you an order. Shoot him. Sam Porter. But you're Sam Bridges. Most velünk beszélget, ahogy nézem. My bridge to the future. Without you, I was just like any other cliff. Dead end. No way forward. Nothing but an obstacle. Looking on at the world people like you were trying to build. Dividing people. That's the only thing I was ever good at. Bridge to the future.
Csak azt nem értem, hogy akkor miért próbált meg minket megölni. Most saját magunkat odaadja nekünk? That BB too. Oh, no. No, no, no. No. Csak hogy gyakorlatilag itt volt az, hogy akkor a parton megtalált minket és visszahozott. Igen, ez az én vagyok a saját nagyapám kategória. Viszont ez a BB nem az a BB. Ez egy random BB. És eddig nem az ő emlékeit láttuk, hanem a sajátjainkat. Szerintem. Megint itt vagyunk a parton? Ezt a jelenetet már láttuk egy másik szemszögből. Ott ültünk a parton. Sam. There you are. Ez beteg. Akkor ott van az apuci. Így lettünk ugye ez a ezek az új eljeledők, a Reparty, akárkik.
Szevasz Zolika, hello, hello! Üdv itt! Mintha nem tudnád, amúgy te hoztál vissza minket. Now that his connection to the other side has been severed. It was me who. Köszönöm szépen, jól vagyok. Éppen ugye a végére értünk ennek a játéknak. Kicsit most már fáradt vagyok, meg egy kicsit szerintem már egy kicsit régóta húzza ez a játék a végét. Úgyhogy egy kicsit belefáradtam most már, de... De jól vagyok. És te? Nem tudom, ismered a játékot. És akkor innen kezdődik, gondolom, a sztori. Hát akkor érdemes végignézni amúgy, beteg játék, nem egy egyszerű játék. Uf, nagyon nehéz játék. Nem úgy nehéz, hogy nehéz végigvinni, mert maga a játék egyszerű, mint folyik amúgy. A sztori, a történet. Most derült ki, hogy... Na mindegy, hogy egész végig nem a, ennek a babának az emlékeit láttuk, hanem a sajátjainkat. Viszont ez nem jó, hogy itt ilyen szürke... Vágd el! Ja, de nincs nálunk már a... Baba! Igen. Nem. Nem sír fel. De! Ez az. Ez az, baba. A kedvenc karakterem amúgy ő volt. Hoppá! Ott vannak a pívik. Vagy ilyen ezek ilyen babák? De szép zárókép. Remélem ez a zárókép. És akkor ez most már nem kvantum eső, akkor ezek szerint, aki tudta hozni az esőbe. Milyen játékokat szeret, Zoli? Igen. Na, srácok. Hát akkor, amit elmondtam. A játék nem volt rossz, játék technikailag lesz ETS 2 amúgy vasárnap. Vagy ATS, ezt még nem tudom. Valószínűleg most ATS lesz. Na,
A játék technikailag viszonylag egyszerű, viszonylag ugyanazokat a dolgokat kell ismételni. A terepviszonyok miatt egy kicsit változatos. Az időjárás állomást, amivel látnom kellett volna az esőt, az egész játék alatt nem tudtam rájönni, hogy hogyan kell használni. Ezt köszönöm szépen a játék készítőjének. Fogalmam nem volt, hogy kell. Lehet, hogyha jobban utána néztem volna, akkor tudtam volna, de szomorú, hogy ennyire nem tették egyértelművé, hogy magából a játékból kinyerjem. A zene nagyszerű a játékban, a hangulat nagyon jó a játékban, de mégis a sztori, az elnyújtottság és a maga a repetitív dolgok miatt én azt mondanám, hogy egy 6-os a játék. A 10-ből egy 6-os érdemelne a játék, tehát ez az érdemes végigjátszani, de azért mondjuk egy $30 többet nem adnék érte. Köszönöm szépen, Zolika, üdv a csapatban. Csatlakozz te is a beszélgetésekhez, meg az értesítésekhez. Egyelőre még nem annyira él a csoport, mint amennyire szeretném, de nagyon szeretném, hogyha ez működne, és tudnánk ott dumálgatni. Nyugodtan írjatok bármit, vannak mémek, vannak mindenre van lehetőség. Egyelőre szabályzat ilyen, ne bántsuk egymást kategória, és nyilván a kultúrát tartsuk be. Köszönj el! Nem akar. Jó, rendben. Na de, srácok, késő van, 10 óra van. Köszönöm szépen, hogy egy újabb játékon végig kísértetek engem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és együtt izgultuk végig Sam Porter Bridges karandjait, és együtt építettük újjá Amerikát. Összekötöttük nem csak az embereket, hanem magát az emberiséget, és megmentettük ugye a világot a kipusztulástól. Holnapi napon, este 6 órakor, lehet, hogy már 5-kor, rácok, ezt figyeljétek a Discordot, lehet, hogy már 5-kor, elkezdjük a Horizon Forbidden Westet, és ez az első olyan játék, aminek a borítóját a feleségem tervezte, tehát úgy értem, hogy a stream borítóját a feleségem tervezte, ő rajzolta, és számomra ez nagyon fontos lesz, hogy ezzel megyünk végig, ezzel fogom beharangozni a játékot, már láthatjátok Discordon a csatornán is, és remélem mindegyikőtöknek tetszeni fog. Így köszönöm szépen az eddigi figyelmet, találkozunk, és még jobban köszönöm azt, hogy most már stabilan átléptük az 500 követőt, vagy subscribert, ami szerintem nagy szó a csatorna életében. A következő lépés az a 3000 nézett óra, és srácok, nézzétek a videóimat, lájkoljátok, írjatok kommentet, hogy minél több embernek földobja a videó. Ezzel tudjátok a csatornát legjobban segíteni. Köszönöm szépen a figyelmet, Neudodó voltam. Ciao.